Télen naponta átlagosan 30 lakástűzhöz riasztják a tűzoltókat. Ez karácsonykor akár a 40-et is eléri. Azonban nem elég az, ha csak a tűzoltók gondoskodnak a biztonságos ünneplésről, mindenkinek körültekintőnek kell lennie. Erről kérdeztük szakértőnket, Köves Pétert, a Tolna vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságtól, így aki az alábbi tanácsokat megfogadja, biztosan nem kell, hogy vendégül lássa a tűzoltókat az ünnepek alatt. Nyilván az adventi koszorúk is megoldoznak magukban veszélyt. Most már kaphatóak egyébként különböző kis ledes izzók, amelyekkel lehet helyettesíteni magát a gyertyának a lángját, viszont adott esetben, akik még mégis ragaszkodnának a klasszikus gyertya meggyújtásához, feltétlen figyeljenek arra, most vasárnap talán már az utolsó gyertya is meggyújtott, tehát feltétlen figyeljenek arra, hogy semmilyen éghető anyag ne legyen a koszorú környezetében, tehát se egy terítő, se egy fából készült elfa adott esetben. Ezeket célszerű nem éghető anyagokra lecserélni, tehát akár egy kerámiára, vagy akár egy fémtárcára, és így megakadályozza azt, hogy a tűz tovább terjedjen. A karácsonyfára bármilyen szép is, soha ne tegyünk égő gyertyát vagy csillagszórót. A november végén kivágott karácsonyfa a fűtött lakásban már annyira kiszáradt, hogy pillanatok alatt képes meggyulladni. Ha a karácsonyfa alján meggyullad egy ág, nem kell hozzá egy perc, és már a csúcsdísz is lángolni fog. Kellő elővigyázatosság szükséges az elektromos fényfűzérek esetében is. Az elektromos tűzek esetében egyébként a megvásárolandó fényfűzérek égősülő díszkivirányítás részével kapcsolatban kell figyelni, hogy ezeket elősíteni ne a piacon sirány minőségű terméket vásároljuk. Nyilván, hogyha kültére szálljuk ezeket, akkor kifejezetten arra a célra alkalmas eszközöket keresünk. Ezeket nagyon fontos, hogy éjszakára mindig húzzuk ki egyébként a konnektorból. Tavaly december 5-én egy ágyon felejtett elektromos fűtőpálya miatt gyulladt ki egy apartmanti családi ház, tehát itt is látszik azt, hogy nagyon hamar megtörténhet a baj. Továbbá, amit mi magunk is meg tudunk tenni, amikor előkerülnek egyébként a szekrényekből, a padlásról, a tárolókból a különböző fényfűzérek, ezeket szemmel tételezzük lehetőség szerint, valamit akár kézzel nézzük meg, ha sérült-e valahol valamilyen szinten a szigetelés vagy a kábel. A rossz minőségű, jelöletlen termékek a tűzeset és az áramütés lehetőségét is magukban hordozzák. Ezért csak olyan fényfüzérekkel díszítsük otthonunkat, amelyeket megbízható helyen vásároltunk.